Sziasztok, köszöntelek titeket itt a Dominikai Köztársaságban, azon belül pedig Punta Cana. A szokásos Unsnit Travel filmünk mellett szerettem volna készíteni egy olyan különleges részt is, hogy hogyan utaztunk babával. Ugye ez egy különleges helyzet a számunkra is, hiszen most utaztunk először babával ennyire messzire. Ugye repülősút volt, ráadásul több mint 9 órás, és teljesen új volt számunkra is minden. A csomagolástól kezdve egészen az utazásig, mi vár ránk, mit kell vigyünk, és egyáltalán hogyan lehet babával utazni. Én is nagyon sokat nyomoztam, keresgéltem erről információkat a neten, YouTube csatornákat néztem, és nagyon sok hasznos információt találtam, és nagyon jó volt ezeknek így utána járni, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha én is megosztom veletek a mi tapasztalatainkat, akkor nektek is egy picit segítség lehet majd, hogyha azon gondolkoztok, vagy azt tervezitek, hogy ti is nekivágtok itt családostul. Na de akkor repüljünk vissza az időben, hiszen az egész természetesen a csomagolással kezdődött. Itt ülünk a káosz közepén, és próbálunk ügyesen és okosan becsomagolni. Csomag szabályzatok, súlyhatárok vannak, mindenféle korlátozások, és nem mindegy, hogy mit, mennyit, hova pakolok. Ma szerda van, és csak hétfőn fogunk utazni. Igen. Mert anyu már elkezdett 2 héttel előre gondolkodni, és mindig, ami eszembe jutott, valami, azt fogtam és bedobtam a bőröndbe, hogy semmit se felejtsek el, amit fogunk tudni vinni. Az Lacinak egy 10 kilós, nekem egy 10 kilós, és a babának is egy 10 kilós. És ugye viszünk majd egy nagy 23 kilós bőröndöt is. Ezen kívül, ugye ez lesz a feladandóm. Ez nem is lényeg, úgyhogy ez lényegtelen, hanem ami a fontos, amit felvihetünk magunkkal a repülőre, tehát ez a 3 kicsi 10 kilós bőrönd, plusz én meg a Laci vihetek egy-egy ilyen hátitáskát, amivel, hát az ez ilyen personal baggage. Én úgy csináltam végig ezt az egész szortírozást, hogy végigmentem, tehát pelenkázni kell, etetni kell, altatni kell, fürdetni kell, és ezekhez mi az, amire szükség van. A pelenkát ugye kiszámoltam, hogy egy nap hány pelenkát fogyasztunk el, 6-8 darab, 10 napra megyünk, az 60-80 darab, tehát nagyjából ennyi pelenkát viszünk, plusz még én vásároltam a DM-be egy ilyen úszópelenkát is, hiszen mi nagyon szerettünk úszni, járunk babaúszásra is, úgyhogy erre is szükség van. Ilyen pelenka, alátét, textilpelenka, törlőkendő, és pici szemetes zsákok, hogy ne büdösödjön velünk végig, hogyha éppen nem tudjuk azonnal kidobni a koszos pelenkát. Persze, a popsikrém, a baba etetése. Na hát ez nálunk egy nagyon izgalmas dolog, ugyanis Bella igazán vegyes étkezésén most, ugyanis anyateljes, de ezen kívül még esténként iszik tápszert, és már ugye elkezdtük a hozzátáplálást is, úgyhogy mindent vinnünk kell. Semmit nem bízunk a véletlenre, úgyhogy viszünk ilyen baby pépeket. A baba víz az már egy másik kérdés, ugyanis tehát mi itt nem forralunk, mi baba vizet adunk a babának, de nem fogunk tudni több karton baba vizet magunkkal vinni. Forrallási lehetőség sincs nagyon a szállodában, úgyhogy mi vettünk egy nagyon pici, összecsukható mini vízforralót, ami elfér könnyen a bőrönbe, ez szerintem majd nagyon hasznos lesz. A babának is viszünk fel ugye folyadékot, úgyhogy azokat is így szortírozva zacskóba fogjuk felvinni, ugyanúgy, mint ahogy a miénket is. Ugye bekerül neki 50 faktoros naptej, tusfürdő, majd a nagy tusfürdőjéből ilyen, ebbe a kicsibe majd át fogok önteni, és akkor nem kell azt a nagyot vinni. Hintőport is viszek. Én viszek magammal egy ilyen icipici mosóport is, folyékony mosószert. Ez egy termékminta. A hátitáskámba kerül majd még játék, mert a legfontosabb játékai, meg mesekönyv. Ami szintén még elengedhetetlen, és nagyon fontos, hogy a kisbőröndbe kerüljön, hát azok az ilyen gyógyszerek, fájdalom, lázcsillapító, lázmérő, sebtapaszt, tehát ez mindenféleképpen szintén ebbe a bőröndbe fog kerülni. Thank you.
Megérkeztünk a reptérre, a baba most elaludt. És most kezdünk el izgulni. Én igyekeztem ilyen nagyon egyszerű, de kényelmes ruhát felvenni. De az elsődleges szempont most az volt, hogy ilyen cipzárosba legyek, és minél előbb, minél gyorsabban elő tudjam kapni a kaját a babának, mert ugye most neki ez a legfontosabb. Kb. Ennyi cuccunk maradt az ellenőrzés után. Az egyik kis bőröndöt ugyanis fel kellett adni, mert hogy megkérték, hogy adjuk fel, mert nagyon sokan vannak a gépen. Sok lesz a cucc, úgyhogy az egyik kis bőröntől meg kellett válni. Abba volt az összes ruha. A babaruha, meg az összes én ruhám is. De fontosabb volt, hogy ha fel kellett adni, akkor inkább azt adjuk fel, és minden, ami baba kaja, baba víz, az legyen nálunk. Tehát az fontosabb volt. Úgyhogy a ruháktól váltunk meg, hát reméljük, hogy majd megérkezik Dominikára. És még annyi, hogy az átvilágításon az összes babakaját külön-külön egyesével ki kellett venni, hiába csomagoltam be őket egy zacsiba, úgyhogy hát ennyi a tapasztalat, de legalább most könnyebbek vagyunk egy bőröndel, és a baba meg még mindig nagyon jól bírja. Élvezi, nézelődik, újdonság. És a babakocsit pedig majd ott fogják elvenni. Közvetlenül a repülő bejáratánál be fogják zacskózni, és mivel hogy babával vagyunk, mindenhol elsőbséget élveztünk, tehát nem kellett kivárni a hosszú sorokat, úgyhogy idáig csak pozitív élmény volt. Nagyon sok kérdéssel, félelemmel és kételyel indultunk el, de szerencsére minden nagyon jól sikerült és nagyon jól alakult. És próbáltam legyőzni a félelmemet, hiszen ami a legfontosabb, az az volt, hogy a baba kényelmes legyen, és ugye neki hol a legjobb, természetesen az anyukájánál, nálam. Ugye a cici mindig kéznél van, az ölemben tudott aludni, az, hogy én nem tudok aludni, az nem számít, amúgy is már megszoktam, úgyhogy az ő kényelmét végül is rájöttem, hogy biztosítani tudom egész idő alatt. Nálunk is otthon is lesz majd 30 fokos hőség nyár, tehát hogy az mindegy, jó, nyilván itt sokkal erősebb a nap,
de ott is majd meg kell óvnom a napsugárzástól. Úgyhogy próbáltam minden félelmemet legyőzni, és így nekiindultunk, nekivágtunk, és képzeljétek el, már a repülőtéren nagyon kellemes csalódás ért minket, hiszen végig vigyorgott, végig nevetett, nagyon jól érezte magát, mindenki nagyon kedves volt. És ami még plusz pozitívum, hogy hát mindenhol elsőbséget élveztünk. Tehát nem kellett kivárnunk a kígyózó sort, előre engedtek, milyen extra vendégnek számítottunk, mert ugye babásak vagyunk, és őket mind előre engedik. Babakocsit egészen a repülő bejáratáig vihettük, ahol kaptunk egy ilyen zacskót. Nagyon fontos, hogy címkézzétek fel mind a babakocsi vázát, mind pedig a tartozékait. Tehát, hogyha van külön nektek autós hordozó, akkor arra is legyen egy címke. Nekünk egy mózesünk is volt, azt is címkézzétek fel. És igazából, hogyha ez mind a babakocsi tartozéka, akkor ingyen fel tudjátok vinni a repülőre. Nem volt sajnos lehetőségünk baba ágyat kérni, mert hogy nagyon sok babás volt a gépen. 8-10 biztos, hogy voltak, és szerintem nekünk már nem jutott, tehát nem is tudtunk volna foglalni ilyen speciális ülőhelyet, ahol ugye egyrészt nagyobb a láttér, másrésztről meg a falhoz fel tudnak csatolni, fel tudnak akasztani egy ilyen mózes-szerű kis ágyat, amiben tud a baba egy picit kinyújtózni és pihenni, tehát nekünk ez már nem jutott. Így középen ültünk, és a baba végig az ölemben volt. Szerencsére a reggelinél mindig van valami, amit a Bellácska meg tud kóstolni. És akkor így ő is el van, és mi is tudunk enni. Ez például most sárgarépa, amit így nyammog. Mindig van valami párolt zöldség, joghurt, vagy olyan, amit ő is kipróbálhat, megnyalhat, megkóstolhat, és akkor ez így neki is élvezet. Na mi van, édes? Na mi van? Igen. Most éppen a szalvétával játszik. Az egyik ilyen különlegesség, itt az egy ilyen sült banán,
de valami nagyon finom íze van, édes is, meg olyan... Hát nem hiszem, hogy csak simán megsütötték, valamit még csináltak vele, de nagyon jó íze van. Son muy valientes, los bodegueros tratan con gente que son decente y muchas veces con delincuentes. Na de hogy mi is, mik is azok a dolgok, amiket leviszünk a strandra magunkkal, mert hogy elég sok mindent le kell vinnünk. És ez is nagy logisztikát igényel, mert hogy mindenre szükségünk van, mindent vinnünk kell, nehogy aztán valamiben hiányt szenvedjünk. Először is miben öltöztettem a Bellát? Most ugye van ott egy kis nyári ruhácska, de ugye nemrég ébredt fel és jól leizzadt, úgyhogy azt majd ki fogom cserélni azt a ruhácskát. Valószínűleg ezt fogom ráadni, egy ilyen kis sortot és egy ilyen kis atlétát. Ezt egyébként a H&M-ből rendeltem. Lesz rajta természetesen egy nyári sapka, ami majd védeni fogja. Bekenjük jó alaposan 50 faktoros krémmel, és valamikor a napszemüveget is nagyon szereti, mert nagyon zavarja a napsütés, és tök jól elviseli magán, és szerintem még tetszik is neki. Úgyhogy ez fog rákerülni. Rendes pelenkát fogok ráadni. Azért mondom, hogy rendes pelenkát, mert amikor közvetlenül mielőtt visszük be úszni a medencébe, akkor majd úszó pelenka fog rákerülni, és ha már pelenka, akkor ugye viszem a kis pelenkázó szettet, ebben van az úszópelenka, 2 darab és egy 3-4 darab rendes pelenka, nedves törlőkendő, és a szudokrém. Igen, baba popsi. Igen. És a pelenkázáshoz viszek egy ilyen alátétet, az egy ilyen tök jó kis pelenka alátét, és még egy sima fehér textil pelenkát is fogok vinni. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy amikor úszó pelenkába öltöztetem, akkor ez fog rákerülni. Ez szintén a H&M-ből van. Ez egy ilyen UV-védős 50 faktoros kis fürdőruha. És a nyári sapka, tehát ebben viszem be a medencébe. Na gyere, cica, felveszlek közben. Aztán mondom tovább, így mondom tovább, mert hogy ami még fontos, és amit mindenféleképpen elviszünk, tehát ugye pelenkázni fogjuk tudni, úszni fog tudni, és amikor kijön a vízből, rögtön leveszem róla a fürdőruhát, a vízi pelenkát, megtöröljük, tehát kell neki ugye egy törölköző is, és utána vagy szabadon van az árnyékban, vagy pedig ráadom ezt a fürdőruhát, majd meglátjuk. És akkor vagy ebbe lesz, vagy pedig mesztelenül lesz. Viszek még egy ilyen kis törlőkendőt, ami szintén nagyon fontos, mert hogy etetni is ugye fogjuk a strandot, ahhoz pedig viszünk egy kis babapépet, kiskanál, egy ilyen kis előke, és természetesen baba víz, mert neki is sokat kell vinni. Ez kerül majd ebbe a táskába. Fogunk még vinni hát az úszáshoz nyakúszót, mert azt is nagyon szereti, valamint játékokat, mert hogy ugye a Bellát le fogjuk tenni. Mi leszünk ugye a napágyon, Bella pedig kettőnk között az árnyékban, és a földre, hát attól függ, hogyha a medencénél vagyunk, akkor ugye a betonra leterítünk 2 ilyen vastag törölközőt, és akkor ő ezen fog játszani, és leterítünk neki játékokat, és akkor ő ott nagyon szépen el lesz, vagy pedig ugye, hogyha a parton vagyunk, akkor a homokba tesszük le azt a 2 törölközőt. Mit viszünk még, ami nagyon fontos? Pelenkázni, etetni tudjuk, még viszünk pluszba ilyen törölközőket, hogyha esetleg az vizes lenne, vagy nem elég puha a 2 törölköző, akkor még ezt is leterítjük neki, hogy minél puhább felületen legyen. És ami még szintén nagyon fontos, ugye ő még cicizik, úgyhogy bármikor, ha megéhezik a parton, vagy a medencénél, viszünk, és van nálunk egy ilyen kis takarókendőm. Ezt is nagyon szeretem, ezt a Petpetről rendeltem. Ez ilyen nagyon kis, könnyű, légáteresztős anyag, és akkor ezzel el tudunk bújni alatta, és akkor meg tudom etetni. Úgyhogy ezt mind visszük,
És hát természetesen visszük a kamerát, ami ebbe kerül, a telefon, az Osmo, és akkor nézzük meg a babakocsit, mert ugye ebbe visszük le, ez is ott lesz. Ebbe szoktuk altatni, tehát amikor ő nagyon nyugösködik, elálmosodik, akkor ebbe tologatjuk az árnyékba, és akkor szépen elalszik. És ami még mindig nálunk van a babakocsiba, az az esővédő, mert hogy itt bármikor előfordulhat egy gyors zuhi, de hát ez csak jön-megy, úgyhogy nem tart sokáig. De azért biztos, ami biztos, mindig nálunk van egy ilyen. Ay, 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 la rumba es pa gozar. Oye, que la rumba es pa bailarla bien bonito en el medio del salón despacito. Ay, 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 la rumba es pa gozar. A Santiguera, Balanca, Mira, Virulilla y Muñequito. Yo lo quiero recordar. La rumba es pa gozar. Ay, Afro Cuba con su ayer. Tetszik? Meleg van, igaz? Aha. Ezért hoztuk el a, nem csak a Mózest, hanem az autós ülést, a hordozót is. Mert napközben a hordozóban van, abban sokkal jobban kilát, viszont este pedig a Mózesbe tesszük, mert az sokkal kényelmesebb, ilyenkor már úgyis kevesebb a látnivaló, kevesebb a fény, és ebbe el tud aludni hosszabb ideig, és sokkal kényelmesebb neki, és amit lehet látni, hogy nagyon élvezi, imád takarózni, bebújni. Egyébként egy napunk úgy szokott zajlani, hogy reggel felkelünk olyan 5-6 óra fele, aztán elkészülünk, megreggelizünk, és körülbelül olyan délelőtt 10-11 fele érkezünk meg reggeli után, miután összekészültünk a partra, vagy pedig a medencéhez, és az egész napot ott töltjük, természetesen árnyékban, a napernyő alatt, úszkálunk, napozunk, játszik, igen, eszik, cicizik, alszik a jó levegőn, és utána pedig olyan délután 5 óra fele szoktunk visszamenni a szobánkba, akkor egy picit sziesztázunk, és megfürdünk, tehát megfürdetjük Bellát, mert mi minden nap fürdünk, meg egyébként is ugye lemossuk az egész napos izzadságot, naptejet, meg a medence vizét róla. Hajat olyan 2 naponta mosunk neki, és akkor fürdés után pedig már pizsibe öltöztetem, és utána még egy picit cicizünk, meg el vagyunk, összekészülünk, és lejövünk vele vacsorázni. Thank you.
összességében, hogyha összefoglalom a babával való nyaralást, utazást, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív csalódás volt a számomra. Én azt hittem, hogy nem fogok tudni majd ennyit pihenni, vagy egyáltalán pihenni. De igen, ugyanis itt nem kellett mosnom, főznöm, takarítanom, mosogatnom, lemenni, vásárolni, és igazából csak ez a pár apróság annyit számított, hogy tényleg volt rá lehetőségem, hogy én pihenjek a baba mellett. Ugyanis ő nagyon sokat aludt a jó levegőn, ahhoz képest, amennyit otthon alszik. És tényleg volt idő magamra, élmény volt őt látni, mosolyogni, hogy mennyire élvezi az itt létet, úszkáltunk, élvezte a napsütést, mindenre rácsodálkozott. De hát ezt majd látjátok, meg láttátok is ti is a felvételeken, hogy végig vigyorogta, mosolyogta az egészet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy elhoztuk, és hogy így döntöttem, és volt bennünk bátorság, hogy akkor megléptük ezt az utazást. Ugye itt még azt el kell, hogy mondjam, hogy amennyiben más volt a babával utazás, mert nyilván más, mint amikor kettesben vagytok, az, hogy sokkal kevesebb fakultatív programon tudtunk részt venni, tehát ugye be vagytok korlátozva, mert hát kisbabával nem lehet elmenni egy kalandtúrára, vagy egy bálnalesre, egy hajókirándulásra, tehát sok mindentől így elesik az ember. De ez a szálloda, az Ocean Blue, az, hogy itt minden egy helyen van, egybe van bababarát szálloda, és csak pihentek, nyaraltok, strandoltok, ez így tökéletes volt. Mit akartam még mondani? Nyilván a forgatást is most így meg kellett valahogy oldani, tehát ez is egy nehézség. Most is azért félszemmel mindig a babán vagyok, mert ő most meg bent van az ágyon és éppen játszik. Úgyhogy ezt is még ki kellett találni, hogy hogyan tudunk babával forgatni. De mindent meg lehet oldani, csak hát sok-sok logisztika és sok-sok agyalás kérdése, és sok-sok türelem, de végül is minden összejött. Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Csak néhány információval, vagy hasznos tanáccsal, vagy tapasztalattal, akkor már megérte. És hát nézzétek meg a másik filmet is, az Ansni Travel filmet, ami pedig főként Dominikáról szól, ahogy már megszokhattátok, az a régi szokásos Ansni film lesz. Illetve nem annyira szokásos, mert hát most kibővültünk, úgyhogy sok-sok kép lesz a babáról is ott abban a filmben is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és kövessetek továbbra is minket, az Ansnitet. Sziasztok!